ma beszélgetés elejét kezdjük egy nagyon-nagyon aktuális témával, ugyanis a közgyűlés elfogadta a Debreceni közgyűlés, hogy ugye a 14 év alatti gyermekek ingyen utazhatnak majd áprilistól, a Debreceni közlekedést ingyen használhatják majd, Miért fontos ez? Beszélgessünk egy kicsit erről bővebben. A közgyűlés elfogadta azt, hogy Debrecen helyi közösség közlekedésében a 14 év alatti diákok, Debrecenben tanuló diákok, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, ingyenesen, díjmentesen vehetik igénybe a debreceni helyi közösségi közlekedési eszközöket. Létezik Magyarországon ö, kedvezményrendszer, tehát egy, ugye 6 év alatt jelenleg is ingyenesen és 65 év felett, és hát a folyatékossággal élők is ö, tudnak díjmentesen utazni a helyi közösségi közlekedési eszközökön. Hát ez lett tehát ezért van a 6 kötője, 14 mm -hmm. éves ö, korhatár. Ami igazából nem is 14 éves, mert hogyha valaki eh, szeptember 18-án töltötte be a 14 évét, de mondjuk 8-os, ő a következő tanév eh, augusztus 31-éig, tehát majdnem 15 éves koráig eh, jogosult eh, a díjmentes utazásra a közösségi eszközökön. Miért fontos ez? Hát nyilvánvalóan a családoknak azért, azért megterhelő, egy, főleg egy nagyobb létszámú családnak akár a bérlet beszerzése is, azért akkor ez egy könnyebbséget fog jelenteni a családok számára anyagilag. Mi szeretnénk számot növelni, hiszen egy ö, nagyváros közlekedésében a közösség közlekedés egy nagyon ö, fontos mobilitási forma, és hát sajnos a pandémia időszakában azért tapasztalható volt utasszám vissza, ö, esés, és mi szeretnénk ezt a korosztályt, akik szerintem ö, nyitottak ö, újdonságokra és tanulásra, tehát valamilyen szinten egy szemlélet formálással a közösség közlekedés ö, használták irányába terelni hogyha már szóba hozta és szóba jött az utasszám, akkor körülbelül évente mekkora ez a száma aki utazik tömegközlekedésen Debrecenben? A pandémia előtt ez nagyságrendileg egy 100 millió utazást jelentett Debrecen városába éves szinten. Hát a pandémia jött, és ugye ott jöttek azok az intézkedések, amelyek ezt jelentős mértékben visszavetették, hiszen mindentől tiltva voltunk, főleg a, attól, hogy közösségbe menjünk és engedjük a gyermekeinket. És ugye rengeteg olyan intézkedés, például a távoktatás, vagy a home office rendszer, ami azért ugye jelentős mértéket képviselt abban az időben, is, hát azért most is jellemző ez. Ugyanakkor a távolságtartás, kihárási tilalom, ez mind-mind a közösségi eszközök használata ellen szólt, és hát innen építkezünk szépen visszafelé évről évre. Ki lehet jelenteni, hogy a tavalyi évben már majdnem megközelítette a 80 millió utazást Debrecen városában, a helyi közösségi közlekedési eszközöket tekintve. Ez a szám, és hát szeretnénk a 100 milliót megint csak megcélozni, és, és nyilván, ha lehetőségünk van, rá, és az erőforrásaink ehhez, ehhez, lehetőséget nyújtanak, akkor e felé menni. Hogyha már aktuális témákról beszélgettünk, nem szabad elmenni amellett, hogy ugye a tavalyi év végén robbant a hír, meg évelején a DKV-nál, hogy ugye arculatváltás lesz hosszú idő után. Ez pontosan mit akar, akkor erről beszélgessünk egy kicsit, és az, hogy ez mikor válik egységessé. Ugye azt tudjuk, és olvasható volt már a médiában, hogy ugye most már a bérleteken megjelenik a színváltás is, és mikor lesz ez egységesítve, akár a buszokon, akár ugye a sofőröknek az öltözetén. Ez egy régi folyamat része, ahol most tartunk, de még csak félúton vagyunk az arcolatváltásban, ugye a, a város stratégiájában. Megjelenik a zöld közlekedés több ponton is, és hát ehhez alkalmazkodva ugye azért az elmúlt időszakban kijelenthető az, hogy társadalmunknál rengeteg ilyen irányú fejlesztés történt, beszélve a flotta cseréről, vagy, vagy, vagy a, a villamos fejlesztésről, ugye a kettes villamosvonal indításával. Tehát az irány az egyértelmű számunkra is, ez a zöld irány, és ez jelenik meg a logóban is. Hát egy kicsit, hogyha szétbontjuk ezt a, a logót, akkor ugye van egy zöld és egy szürke szín. A szürke szín egyébként már megjelenik a, az autóbusz az újakon. De a zöld logót, a szétbontjuk, ugye ez több mindent formáz, egy hármasságot is képvisel, hiszen a Debreceni közösség közlekedésben ugye megjelenik a villamos, a trolibus és az autóbuszos közlekedés kicsit képviseli ugye Debrecen jelképét, a Főnix madár szárnyát, ugye ez megjelenik egyébként az új autóbuszokon is, ez a motivum, ez is megjelenik benne, és hát véleményünk szerint sugal egy lendületességet a villamos formájával, hiszen aki alaposra van ezt a logót, ő megtalálja benne az új kapvillamosnak a, 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 az orr részét. Úgyhogy egy kicsit megpróbáltunk mindent belevarázsolni egy motivumba, sok ilyen kis, kis üzenetet elrejtve benne, és hát a, a, ahogy említettem, a folyamat az az nem áll meg, hiszen a, a béleteken már találkozhatnak az utasok ö, ezzel a motivummal, a járművekken is az újakon már ez a motivum lesz, természetesen folyamatosan le fogjuk majd cserélni a matricákat, illetve ugye az új buszok oldalán a motivum megtalálható, az ölt buszokon egy szint, egy az egyben az elektromos autóbuszokon, illetve majd a menetrendi hirdetményeinken, a járművezetők új formaruháján, ugye ez is egy fokozatos átvezetéssel fog majd megvalósulni, illetve hát a honlapunkat is meg fogjuk újítani, és az ahhoz tartozó aloldalakat is meg fogjuk újítani, tehát ez a én azt gondolom, ez lesz a legközelebbi olyan pont, ahol, ahol az utasok majd ezt, ezt ezzel találkozhatnak. És akkor lehet, hogy ide kapcsolódik az elektronikus bérletrendszer is, ugyanis lényegében ez is, ez is a zöld kampány része. Hát azt gondoljuk, hogy igen, tehát a fák mellett vagyunk, tehát minél kevesebb papírból szeretnénk dolgozni a jövőben, ez egyébként a munka folyamatainkon is folyamatosan változtatunk, és az elektronikus irányba tereljük, de hát az utasok is találkozhatnak ezzel, hiszen 2017 novemberétől online módon válthatnak ugye bérletet személyigazolványra, diákigazolványra, és ugye a városkár. Kártyára is, ahol most ugye a 14 év alattiak utazási lehetősége meg fog majd jelenni. Én azt gondolom, hogy ez egyedülálló Magyarországon, legalábbis az, hogy ilyen kártya, kártyára történő utazási jogosultságot megválthatnak az utasok. És 2017. november óta egy folyamatos átalakulásban van a lakosság és az a, ez a szemlélet, hiszen egyre többen választják ezt az online lehetőséget. Ugye a dkv n egy pár kattintással meg tudják váltani az aktuális bérletet. A, 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 ezen a felületen a, a napi jegytől fölfelé az összes bérleti megváltható. És igen, a tavalyi évben elértük a 60%-os arányt, amivel biztos, hogy egyedülállóak vagyunk az országban, nézve akár a helyközi közlekedés, vagy akár a városokat is és hát, hogy bezárjuk a, a kört, és az e, értékszervények teljes palettája elérhető legyen elektronikusan, ugye két éve megválthatóak az ad -hoc utazáshoz használatos jegyek is, tehát a, a egy utazásra szóló jegy, és egy új termék, ugye az egy órás jegy, amely átszállás biztosít egyik járműről a másikra, ezt mobiltelefonon keresztül tudják megváltani az utasok, és e, ugye a jármű felszállásakor akkor tudják érvényesíteni az ott elhelyezett QR kóddal, vagy a akinek a Bluetooth be van kapcsolva, az egy Bluetooth beacon nevű rendszeren keresztül, akár Bluetooth-on keresztül is tudja érvényesíteni a jegyét, na ez abszolút egyedülálló Magyarországon, tehát büszkék vagyunk erre, hiszen nem külön igazgatóság létesült három évvel egy innovációs terület, és folyamatosan nézzük azokat a lehetőségeket, példákat, akár más országokban bevált jó ö, ö, szokásokat, amivel a szolgáltatást tudjuk fejleszteni, és tényleg a zöld irányba tudjuk a, az utunkat terelni. És ezt milyen jó hallani, hogy ezek szerint az utasok is igénybe veszik ezt, és élnek ezekkel a lehetőségekkel, és tényleg egyeninek számít. Tudunk egyébként számot mondani körülbelül, hogy még mennyien ragaszkodnak a papírhoz, és mennyien az elektronikus rendszerhez? Hát, egy, tehát, hogyha egy szétbontjuk a, a termék struktúrát, akkor ki lehet jelenteni, hogy egyébként a diákok érdekes módon, hogy olyan 58 ok oh. vásárol már elektronikusan, de a dolgozói béleteknek már több mint 60 a folyik így. Ugyanakkor a nyugdíjasoknál is egy nagyobb arány látszik. Véletlenül egyszerűbb otthon laptop előtt, vagy a számítógép előtt megvásárolni, hogy akkor találkozunk még olyan utassal is, aki a, 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 a béletpénztárunkban is elérhető a lehetőség, aki oda gyalogol és úgy veszi meg elektronikusan. De, jó. de, de nyilván őt szeretnénk majd abba az irányba hogy azért ezt otthon is kényelmesen meg tudja oldani. Hát az adhok utasításoknál látszik még az az arány, tehát ott van még tennivaló, hiszen a jegyek esetében ez az arány még 30% körül tart, ami szintén egy kiemelkedő szám, de azt gondolom, hogy ide kell majd összpontosítani a jövőben ezt az arányt eltolni az elektronikus vásárlások irányába. Hogyha már beszélgetünk ugye az autóbuszokról, a villamosokról és a trollikról is, azért ugye a DKV jármű állománya igazán kivételes olyan szempontból, hogy ugye most már ott vannak az elektromos buszok is, azért a hidrogénbusz is felfelbukkant az utóbbi hetekben vagy napokban, ugye tesztelés szempontjából. Mi várható a DKV jármű állományát tekintve? Ugye volt szó arról, korábban jelent meg olyan hír, hogy esetleg ugye a kék villamos majd lecserélik. Hát nehéz összefoglalni röviden a terveinket, meg ami eddig történt, és aminek éppen mondjuk a közepében is vagyunk, akkor elkezdem szétbontani a három divízióra. Tehát kezem a trolibuszokkal, ugye 2005-ös, 2007-es trolibuszaink vannak, szóló kivitelűek. Hát itt ö, vannak terveink, hogy ezeket akkumulátoros busszá váltjuk majd át, nyilvánvalóan, hogyha erre rendelkezésre állnak majd a megfelelő források. Tehát szeretnénk ezt a flottát is fejleszteni, hiszen azt látjuk, hogy egy ilyen város közlekedésében nem lehet csak buszos közlekedésről, csak villamosos közlekedésről. néha hogy ki van építve a toli hálózatunk, ez egy óriási lehetőség, hiszen őt nem kell tölteni ö, esténként, hanem napközben a felső vezetékről feltöltenek, és arról lecsatlakozva el tudnak látni olyan területeket, amelyeket jelenleg nem tudunk csak dízelüzemben ellátni. A ö, autóbuszok esetében ugye jelenleg is ö, folyik egy ö, egy csere, a dízel járműveket tekintve, ugye az Euró 5 állunk át, és idén befejeződik ez a járműcsere, ö, három év ütemezett cseréjéről van szó, ez összesen 119 darab autóbusz fog jelenteni, még 30 darab ö, csuklós ö, autóbusz cseréje van hátra, tehát Euró 6 váltjuk, itt egy óriási lépés az, hogy ezek a járművek nyilván sokkal kedvezőbb fogyasztással rendelkeznek, ez, ezáltal sokkal kevesebb káros anyagot bocsájtanak ki a város levegőjében. Az eddigi tapasztalatok alapján ez a 25%-ot is eléri, ami mind költségoldalon, mint ugye a környezetvédelem szempontjából a város levegőjének minél tisztább tartásának szempontjából egy óriási lépés, úgy gondoljuk. Óriási lépés szintén az autóbusz flottában az említett elektromos autóbuszok rendszerbe állása. Nyilvánvalóan itt is a, rövid, rövid, középtávú cél az, hogy minél több ilyen jármű legyen majd a rendszerbe, és majd esetleg ezeket az euro hatosokat majd, hogyha odáig jutunk, akkor dízelüzeműeket legalábbis egy részét elektromos hajtás Urat cserélni. Ugye ezek a járművek közel másfél éve üzemelnek a DKV flottájában és abszolút pozitív tapasztalatokkal rendelkezünk, és, és ezekre a tapasztalatokra alapozva úgy gondolom, hogy a flottát majd, majd tényleg bővíteni szükséges. Nyilvánvalóan ehhez az áramellátás egy nagyon fontos kérdés, és ugye ebben is vannak azért lépések, a város azt szeretné majd mielőbb megvalósítani, hogy egy az elektromos autóbuszok töltése és az elektromos járművek közlekedtetése az megújuló energiából, napelemparkból a hozzá tartozó tárolórendszerből legyen majd ellátva, tehát itt is ö, fejlesztéseket ö, tűzött ki a város mag elé, Uh, amelyeket természetesen mi is üdvözölünk, és, 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 nagyon szeretnénk, hogyha ezt elmondhatnánk majd előbb-utóbb magunkról, hogy zöld energiában teljes mértékben zölden közlekedünk. A villamos jelenek esetében uh, valóban a, a KCV uh, közismerten a kék villamosok, ők 1997-ben álltak üzembe, az akkori kor elvárásainak teljes mértékben megfelelve, csak hát ugye eltelt 27 év. Nem alacsony belépésűek, alacsony padlósak, nem klimatizáltak a járműek, és azért az, utas, az utazási komfort, ez, ez a mai világban már, már, már elvárás, alapvető elvárása, hogy, hogy, hogy ezért ezek a, 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 dolgok, ezek a komfort tényezők meglegyenek. Itt, és én azt gondolom, hogy tehát az előkészítő munkát megkezdtük, nyilvánvalóan egy, mindegy villamos jármű beszerzés, és hát ehhez tartozóan egy pálya rekonstrukció is előttünk áll, és ez több évet fog igénybe venni, de, de biztos, hogy, hogy rövid középtávon öö, meg fognak jelenni az új villamosok az egyes vonalán is. Hogyha már beszélgettünk arról, és ön is említette a rekonstrukciót, akkor ez az a része úgymond a közlekedésnek, amit tényleg kiemelkedően fontos javítani, vagy esetleg fejleszteni a következő hónapokban, években? Ugye a kötött pályás közlekedésnek nagyon sok előnye van. A legnagyobb előnye, hogy a menetidőt sokkal könnyebb tartani, ha csak ugye valamilyen autó vagy valamilyen esemény nem állja utunkat ebben. És ennek a fejlesztése mind a környezetvédelem szempontjából, mind az eljutási idő és az utasok kényelme szempontjából egy nagyon fontos tényező. Beszélgetünk itt a villamosról és a villamos pályáról, azonban érdekelne ez az egy ilyen, ugye volt szó a korábban, hogy hármas villamosunk is lesz, távlati célokat illetően tudunk-e már valamit, vagy lehet-e tudni valamit, vagy mit terveznek esetleg? Tervek vannak természetesen <laughs> rá, sőt, négyes villamosra is uh, van elképzelés. A hármas villamos uh, uh, egy uh, olyan fontos lépés lenne, szintén az előbb említettek miatt a város közlekedésében, ami az eljutási időt csökkenti, és ugye a károsanyag kibocsátást csökkenteni. A kötött pályának ugye Debrecen esetében mindenhol egy Hát nevezzük gerinc járatot, gerinc vonalakat jelent, ugye az 1-es, vonal is. Nagyon sokan használják, tényleg gyors eljutást tesz lehetővé. Egy probléma a jelenlegi hálózat, hogy észak dél irányútságú és egy kelet-nyugati irányultságú hármas vonal lenne szükséges ahhoz, hogy több ö, lakótelepet ö, össze tudjunk kötni, és hát Debrecen közösségi közlekedés sokszor el szoktam mondani, hogy nem csak Debrecen határain belül vár megoldásokra. Itt ugye egy agglomerációs közlekedésről is beszélni kell, hiszen többen közel a lakosság, még egyszer megjelenik Debrecen útjain, valamilyen okból kifolyólag napi szinten. És ha Debrecen város közösségi közlekedésen gondolkozunk, akkor az elővárosi közlekedést is meg kell említeni. Ugye a BMW irányában például a, a vasútvonal felújítása egy nagyon fontos tényező lesz annak érdekében, hogy az ipari park az észak-nyugati gazdaságövezet ellátása személyfogon szempontjából megoldódjon. És ugyanez lesz majd a déli ipari park is, ahol terek vannak, hogy abban az irányban menne majd mondjuk a négyes villamos vonal, hiszen a, a város közútjai nem bírják el ezt a leterheltséget. Hát a másik, a hármas villamos vonal kapcsán a másik fontos tényező, hogy az elképzelt tervek alapján ő a vasúti fővonalakra kal, lenne egy intermodalitás, tehát egy átszási lehetőség biztosítva amely szintén a belvárosba történő eljutás segíti mondjuk azoknak, akik, akik Nyíregyháza irányába, mondjuk érkeznek vasúttal, és akkor, akkor a, 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 belvárosban van teendőjük. Úgyhogy ezt így globálisan kell vizsgálni, természetesen mi a helyközi szolgáltatóval azért egyeztetünk ezekről, és hát most szeretnénk ebben is azért, azért fejlődni. Ugyan nem kellemes erről beszélgetni, de valószínű, hogy kell, hogy előfordulnak balesetek, ugye a villamosvonalon főleg. Esetleg van-e arra tervezet a jövőre nézve, hogy esetleg kampány alakuljon ki arra, hogy a biztonságos közlekedésre hogyan tudjuk felhívni a figyelmet? Ugye volt már korábban erre egy kampány, azonban most ilyen két-három hónapon, vagy akár az éven belül lesz-e ilyen? Hát ez a Vigyázrem kampány volt a tavalyi évben, természetesen tervezzük majd a az autósok edukálását arra, hogy a villamos azért egy olyan jármű, ami elé nem olyan jó kihajtani, ráadásul azon utasok is vannak, tehát sokkal körültekintőben kellene közlekednünk, közlekedni az autósoknak. Tíz éve ott van az a vonal, az a kettes villamosnak vonalnak nevezett létesítmény. A fedezőjelzőtől kezdve a stop tábláig, tehát lámpa irányítás stop tábla, tényleg már csak a sorompó és a fizikai akadályok hiányoznak, tehát sokkal körültekintőben kellene közlekedni, és el kellene azt hinni, hogy ez a jármű nagyobb, mint bármelyik személyautó, és, és, és tényleg, a, tényleg vigyázzanak magukra az autósok, és, és sokkal körültekintőben közlekedjenek. Semmi más nem kell, csak a kressz szabályait, szabályait betartani, hiszen ott akár még mondjuk párhuzamosan, a villamosra, a kerékpáros és gyalogos is mehetne, ahol a legtöbb eset előfordul. Tényleg csak erre tudjuk sarkalni a, 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 az autósokat, hogy figyeljenek ránk. Mi is megpróbálunk természetesen rájuk figyelni. Még így a beszélgetésünk zárásaként azért nagyon sok egyedi dolgot említettünk itt, ugye Debrecen közlekedésében, mind ugye a 14 év alatti gyermekeknek az utazását, mind azt, hogy arculatváltáson megy keresztül most a vállalat, és ezen belül ugye, és akkor nem kell kiemelnünk azt, hogy folyamatosan újulnak meg a villamosaink, a tömegközlekedés mindenféle fajta szempontból. Ön hogyan éli ezt meg belülről? Mennyire számít különlegesnek az, hogy Debrecen tömegközlekedése ennyire gyorsan fejlődik. Nyilvánvalóan egy felgyorsult világban élünk, de a utazási szokások, az elvárások is folyamatosan változnak, ehhez alkalmazkodni kell, hiszen, ahogy beszéltünk már korábban róla, a városi mobilitás nagyon fontos része a közösségi közlekedés, és azt gondoljuk, hogy egyre fontosabb része is lesz. És azok a tényezők, ami alapján a, a lakosság ezt a módot választja, mondjuk az eljutási idő, ö, vagy a szolgáltatás elérhetősége ehhez, mondjuk az applikációk fejlesztése, a valós idei utas tájékoztatás, ö, ez mind-mind... Olyan lépés, amit nekünk meg kell tenni, és ugye az elmúlt időszakban ezeket meg is tettük, és hát mi szeretjük ezeket a kihívásokat, és, és tényleg szeretjük azokat az innovatív megoldásokat, amelyeket annak érdekében végre kell hajtsunk, hogy, hogy, hogy tényleg a lakosságnak a legkényelmesebb utazási formát tudjuk mi nyújtani. Az jutott közben most eszembe, amit ön is elmondott, hogy, hogy mennyi, milyen érdekes, hogy mennyire fontos nekünk, még a tömegközlekedésben is a kényelem. Hogy mind a mellett, ugye, hogy autóval járunk, vagy eljutunk a B-be, könnyebb be autóval, de mégis mennyire fontos még a tömegközlekedésben is a kényelem. Hát ez így van. Ugye csak a Kácsé villamosok esetét említve, hogy 25 éve fel nekünk, hogy lépcsőzni kell, ma meg már meglepődünk, amikor kinyílik az ajtó és vár bennünket két lépcső, vagy nem klimatizált a jármű, vagy amikor helyet foglalunk, akkor akkor mondjuk a mobiltelefonunkon free wifi-vel föltünk csatlakozni a világhálóra, és akár dolgozni tudunk, akár csetelni, vagy kinek milyen kettelése van. Tehát ez egy folyamatosan fejlődő szolgáltatásnak kell lennie, és nekünk ez rugalmasan kell alkalmazkodni, és kiszolgálni minél jobban ezeket az igényeket. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzám, és erről kicsit beszélgettünk, ugyanis nagyon fontos szerintem nem mindenkinek a debreceni közlekedés, és az, hogy minél hamarabb eljussunk Ából véve, és az Debrecenbe azért elég sikeresen alakul. Még egyszer gratulálok ehhez, aztán sok sikert kívánok az évre, meg az elkövetkezendő évekre, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy önök tervezik. Köszönjük úgy szépen!